Sajnos ezt nem bírom tovább nézni, de ne szállj el, most segítettem utoljára. Mit akarsz ezzel? Vigyük előre! De minek? Csinálok egy masszázszalont. Mi van? A kertbe. Tudtad, hogy egy embernek napi 4 érintésre van szüksége? Nem, nem tudtam. De azért ez így elég fapados, nem gondolod? Én inkább úgy mondanám, luxus elfogadható áron. Amúgy te tudsz masszírozni? Egész nap lángosokat gyúrok, aranykezem van. Ha beszállsz, beköltözhetsz a házba. Kidobod Levit, vagy mi? Megoldom. Bízz bennem. Ne haragudj, Luca, de nekem van egy saját vállalkozásom is. Ezek szerint jó neked a sátorban. Legyünk realisták. Levi nem fog visszamenni Pestre. Vissza fog menni. Napok kérdése. És addig, amíg ez a probléma meg nem oldódik, addig alhatsz a szobámban. Ez most komoly? Elférünk. De a többieknek erről egy szót se. Nem akarom, hogy félreértsék, vagy ilyesmi. És csak átmeneti megoldásról van szó.